A szerencse mostanában messziről elkerüli az Alpes és Miklós Editet, olimpiai hetedik helyzet versenyzőnk, a hétvégén ugyanis ismét súlyos sérülést szenvedett. Tavaly szinte napra pontosan ilyenkor bukott egy hatalmasat, a két baleset között viszont van egy nagy különbség, méghozzá az, hogy akkor még reménykedhetett a olimpiában, most viszont már nem. Miklós Editet Skype-on értük utol. Szia Edith, hallasz minket? Szia, jó reggelt, igen. Hát nem is tudom, mit kérdezzek először, hogy mi a nehezebb, a fizikai, vagy inkább a lelki fájdalom? Hát szerintem a, a lelki fájdalom, ugye a mostani sérülés az nem olyan nagy sérülés, mint a múltkori, viszont rosszul esett így az olimpia előtt, de szerintem evel is meg fogok birkozni, fel fogom tudni dolgozni. Azért bevallom őszintén, én nem igazán láttam olyan sportot, aki ilyen szinten küzd az álmaiért. Ez lesz az ötödik nagy alkalom tulajdonképpen, amikor, egy, amikor szinte alapjaiból kell újraépítened a mozgásaidat? Hú, hát nem tudom, szerintem a, már nagyon sokadik, hogy újraépíti, újraépítem, de valószínűleg nekem ilyen, a, ilyen, az én sorsom. valamiért, valamiért mindig küzdenem kell, de szerintem minden sportoló valamiért küzd lehet, hogy nekem így most látványosabb egy picivel. Na nézzük, hogy mi történt most ezen a versenyen. Ugye nagyon sokakban volt kérdőjel, hogy tulajdonképpen mi történt veled. Hiszen azért lehetett látni, hogy az utolsó kapu vételénél történt veled valami a lassításban még azt is, hogy szinte kiabálsz közben, és aztán már látjuk, hogy fölemeled a jobb lábadat, és tehát mi, mi történt pontosan? Egy mozdulat során szakadt el, ez a szalag, és ment tönkre a térded, vagy amikor elestél, akkor történt az igazán nagy baj? Igazából már a menet közben valami történt a térdemmel, akkor, mikor felemeltem a lábamat, egy úgymond egy jobb kanyar volt a piros kapunál, ott egy rosszul terheltem, a belső lábamra többet terheltem, ugye egy külső lábam egy picit elment, és akkor már ott éreztem, hogy valami történt, is azt mondják, hogy ilyenkor olyan erők hatnak a testre, hogy simán el tud szakadni egy, egy tért. És valószínű, hogy az történt nekem is, ott valami elszakadt, és akkor éreztem, hogy, hogy már nem stabil a tér, de nem tudok ráállni, és akkor valamilyen módon úgymond meg kellett álljak, lehetett volna a jobb módot is keresni, én úgy azt a módot választottam, hogy hanyat, tehát elesek, és akkor így hanyatestem, ami alatt ugye a fejemet is beütöttem, szerintem ott is volt egy pár pillanat eszméletvesztésem, és szerintem ott, amikor elestem, akkor ott is egy kicsit még roncsolódott a térdem, úgyhogy nem a legszerencsésebb megállás volt. Hát ezt nem lehet gyakorolni az ember sérüléskor, hogyan álljon meg, már pedig azért itt elképesztő tempóba érkeztél ott a cél felé, Mit mondanak az orvosok, hogy ez most akkor mennyire, mennyire súlyos, hogy te említetted, azért ez egy kicsit jobb, mint a másik. Hát már, ha lehet sérülések között különbséget tenni. Nem annyira súlyos, ugye a szallagok szakadtak, a, a az elszakadt, azt helyettesítették most, a belső oldalszallag az is elszakadt, azt össze varni, és a két meniszkusz feltűrődött, de azt visszarakták a helyére, visszavarták a helyére. Úgyhogy ami nagyon fontos volt, hogy a, a, a csontom, a csonthártya az nem sérült. És um, ezeket összevarták, újra meg fognak gyógyulni, úgy, mint a, a régi, és uh, igazából mehet minden tovább. A, a másik lábad az tulajdonképpen jól vizsgázott, tehát tehát azzal nem lett probléma? A korábbi sérülések azok nem húzódtak meg, nem fájdultak meg? Van egy pici belső szalag nyúlásom, de azt ugye nem kell egyáltalán műteni, hanem pi ö, pihentetnem kell, és a, a hüvelykúlyam egy kicsit meghúzódott, de azon kívül nincs semmi gond. Tehát hogy ezek, ö, ezek semmiségek. Mikor, mikor tudatosult benned, hogy akkor ettől az olimpiától most el kell búcsúzni? igazából csak akkor, miután már megcsináltuk az emert, nem voltak olyan nagy fájdalmai, mint a múltkor, és én abban reménykedtem, hogy csak a belső szallag meghúzódott, vagy elszakadt, amivel még lehetne sízni. Sajnos az MR kimutatta, hogy a kereszt szallag is, és a meniszkusz is sérült, úgyhogy mindenképp műteni kellett, ilyen térdel nem lehet sízni. Igazából akkor, akkor, akkor úgy tudatosult, hogy ez az olimpia elment, és most már, most már megint más céljaim vannak, most egyelőre az a célom, hogy újra talpra álljak, újra sportolni tudjak, és újra sízni tudjak. Honnan meríted az erőt? azt gondolnám, hogy beszélgetek valakivel, aki fekszik a kórházi ágyán, akkor azért az teljesen magába veszi tudomásul ezt a helyzetet, te pedig már is az új célokat tervezed, és azt, hogy hogyan lehet tovább, és azért igazából elképesztő tartást látok benned. Hát van egy hátizsákom, egy csoda hátizsákom, amiből mindig ki tudok enni egy kis erőt. Nem, igazából nem tudom. A, a műtét előtt és a műtét után egyből nem voltam azért én se jó hangulatban, elég, eléggé le voltam törve. Igazából nincs, amiért a múlttal vesződjek, mindig csak a, a jövőre, a, a, ami következni fog, ami következhet, csak arra szabad gondoljak. Nekem is vannak nehéz pillanataim, de ugye azt próbálom nem kimutatni. Szerencsére mindig mellettem van a családom, és igazából a családom érzi a legjobban ezeket a pillanatokat. A célokat már említetted, ezek elég rövid távúak voltak felépülni, stb. Mi a távlati cél, és erre hogyan kezdődnek majd a lépések? Meddig kell a kórházban maradnod? Mégis hol folytatódik majd a rehabilitáció? Ma fogok hazautazni, és ugyanúgy fogom a rehabilitációt csinálni, hogy a múltkor is, tehát megyek Csíkszeredába, a Zakariás Évával csinálom a gyógytornát, majd a kondzi edzéseket Zakariás Zsoltal folytatom. Úgy gondolom, hogy a múltkor is nagyon jól sikerült, és egy nyerő csapatot nem szabad lecserélni. És egyelő, egyelőre a, a rövidtávú célokra gondolok. Most, hogy már az olimpia Elmúlt vagy nem lesz, így uh, szerintem sokkal több időm lesz uh, felkészülni úgymond a szezonra, és uh, nem szeretnék sietni. Miben lehetne nekiküszöbölni ezeket a baleseteket? Mondjuk mi azt mondanánk neked, hogy januárban licces ne versenyezzél, mert ezt szerintem már sokan mondják, hogy ezt ha lehet, akkor inkább hagyd ki. Van-e valami, amit ilyenkor talán változtatni kellene? Azt írtad egy, egy cikkben, illetve hát kérdezték tőled, és elmondtad, hogy, hogy most volt időd az eszmegelőző az sérülés után kicsit gondolkodni azon, hogy hogyan tovább, hogy mi történik veled. Gondolkodsz-e azon, hogy akkor valamiben változtatni kell, hogy ez a PEG széria ne folytatódjon tovább? Nem hiszem, hogy ebbe a... Pek különösebben változtatni lehet. Én úgy gondolom, hogy ez a sorsnak a keze. Tehát ö, valamiért történnie kellett, és igazából, ha így utólag visszagondolunk, akkor, akkor nagyon sok jelet kaptam. Tehát ugye Valdizer belemondták a versenyt, Lake Louise-ba történt, ami történt, elestem, elestek előttem. Ö, nem tudom, elég érdekes az élet mostanában velem, próbálom ezt mind megérteni, próbálok um, úgymond okosabb lenni a következőben. Igazából az ilyen sérüléseket visszatérve úgy lehetne elkerülni, hogyha ha a rendezők nem engednék, hogy ilyen körülmények között versenyezünk. Azért nem volt egy teljesen uh, sima, jó pálya, Hát előtted is, előtted is kiestek, ha jól emlékszem, és, és, és te is rögtön a legelején megbillentél, tehát nagyon hát olyan jegesnek tűnt a pálya. Igen, a pálya felső felével nem volt gond, az alsó fele nagyon jeges volt és buckás. Lehet teljesíteni a pályát, nem? itt nem az a gond, hogy nem lehet, csak sokszor mindenki a penge élén megy, vagy csúszik, és van, akinek szerencséje van, és van, akinek nem. Én például néztem másnap a lesiklást, a negyedik lánya, Francia, az nagyon a élen csúszott, tehát hogy akármelyik percben eleshetett volna, és összetörte, törhette volna magát, de az angyalok vigyáztak rá, nem történt meg, tehát hogy um, igazából nagyon fontos lett mostanában, hogy a tévé tudja mutatni, hogy a szponzoroknak nagyon fontos, hogy megtartsák a versenyeket. Néha épp, éppen ezért mi, mi lesérülünk, de, de sajnos ilyen lett a, 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 sport, a, a profi sport. Edith, nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettél velünk, hát gyógyulást és, és ugyanilyen erőt és kitartást kívánok neked. Köszi szépen. Köszönöm.